Na, és akkor a mai órán akkor életkeletkezésre azt mondtam, hogy arról megpróbálok valamit mondani nektek. Én írni fogok, és az a reményem, hogy itt vannak mindenfajta íróeszközök. Tegyük fel, hogy vannak. Mondom föl. Oké. Szóval az első, és ezt nem mindegy. Az első ilyen dolog életkeletkezésével kapcsolatban, hogy feszítsünk ki megint egy ilyen időtartamot, vagy hát egy inkább ilyen, ez egy funkcionális időtartam lesz. Ugye a múltulán is azt mondtam, a makroevolúciónak a legszélén az, hogy van egy stabil hidroszféránk. Itt ez most még fontosabb lesz, tehát van egy föld, és van rajta folyékony víz. Oké, mert hogy anélkül élet úgyse lesz, tehát az van, hogy stabil hidroszféra, ami azt jelenti, hogy van egy bolygó, és akkor itt... Az ebben, hogy most ha berajzolom ide Európát, akkor persze nem így nézett ki, hisz mindenfajta tektonikus mozgás, de hogy, hogy mondjam, hullámok vannak rajta, hullámok azon nem így néznek ki. Jó, tehát kéket meg nem tudok rajzolni zöld táblára. Van a stabil hidroszféránk, jó? Ez hát a 4,4 milliárd év környékén már itt tartunk, jó? Évvel ezelőtt. És a másik, amit kifeszítünk, az meg most fejezzük be, azzal, amivel a múltkor azt nagyon gyorsan azt mondtam, hogy ami közötte van az élet keletkezése, ez az utolsó univerzális közös ős. Jó? Ő a Luca. És a kettő közötti idő, ez az időt azt nagyon óvatosan, inkább azt mondom, hogy funkcionálisan mi történik. Azért nem mondok időt, mert nem tudjunk értelmes időket rakni. Azt szokták mondani, hogy ez valahol 4,2 és 3,6 milliárd év között van. Jó? Vannak olyan jelek, ezek inkább ilyen izotópos eloszlások, amik akár 4,2 milliárd évvel ezelőttre is berakják azt, hogy már van élet a Földön, és 3,6 környékén már nagyon stabilan látunk mikrofosziliákat. Jó? Tehát mintha bakteriális lenyomatok lennének. Ez egyben azt jelenti, hogy az élet keletkezése az olyan 200-tól 800 millió év. És ezt mindenki majd vesse össze, hogy hány százmillió év kell mondjuk emlősök kialakulásához és hasonlók. Meg ott kellett még mondjuk majdnem másfél milliárd év, talán több is, az oxigénhez, meg az eukariótákhoz. Eukarióták valahol 1,8 környékén fognak megjelenni. Tehát, hogy ahhoz képest nagyon gyorsan megjelenik az élet. Tehát egy bizonyos egyéb dolgokhoz képest nagyon gyorsan megjelenik az élet a Földön. Na most, ugye az utolsó univerzális közös ősről, persze, hogy hogy néz ki pontosan, arról filozofálni lehet, de nagyon sok mindent nem tudunk róla, de bizonyos dolgokat igen. Mert hogy ami közös minden élőlényben ma, annak igaznak kell lennie az utolsó univerzális közös ősre. Akkor mit tudunk róluk elmondani? Ezt megbeszéltük persze, nem tudom, 2 vagy 3 órával ezelőtt, de mi az, ami minden élőlényre ma igaz? Na. Jó, tehát nuklein savban van az örökítő anyag. Lein. Sav. Örökítő. Anyag egész pontosan most minden élőlénynek. Miben van az örökítő anyaga? DNS-ben. Nagyon jó. Tehát DNS. Na még mit? Ribosomák. Jó. Amelyek mibe vesznek részt? Fehérje szintézisben vagy translációban. Transzláció. Igen.
külvilágtól való elhatárolódás a vagy lipidmembrán határolja, van még valami? Mibe tároljuk az energiát? ATP-ben. Vagy? Hát igazából az összes többi nukleotid trifoszfátban is akarnánk, tárolhatnánk. Ugye kisebb részben néha GTP keletkezik, már hogy mondjuk citronsav ciklusban, de talán egy, de főleg ATP. De ezt azért jegyezzük meg, hogy mondjuk ATP-ben van az energiavaluta. Ezt ilyen idézőjelbe rakom azért. Még valami? Azért még van. Már mit értünk alatta? És mi abban, ami univerzálisan ugyanolyan? Lehet, tehát, hogy... Jó, igen, tehát a nukleáris örökítés, DNS, és ugyanazok a bázisok. Ugyan az a négy bázis. Jó. Ha már a bázisok ugyanazok, akkor mi az, ami még ugyanaz? Jó, még a genetikai kód is azonos. Genetikai kód. És akkor a genetikai kód mit kódol? Aminosavakat, és abban van valami... Ugyanaz a 20 van, nem? Tehát, hogy... Jó, és akkor van még itt, hogy 20 aminosav. Glikolízis is eléggé hasonló különben, tehát bizonyos nagyon központi anyagcsere utakra is azt lehetne mondani, hogy hasonló. De ezt azért írtuk föl, mert ha az élet keletkezéséről szeretnénk elmélkedni, ezt mind meg kell tudnunk magyarázni. Jó, tehát a végén ide kell eljutnunk. Akármit csinálunk itt a tábla következő részén, a végén ezt mind meg kell magyaráznunk, hogy hogy jött elő, meg hogy mi az van, vagy mi nem az van, vagy stb. Elméleti lépésként, vagy szóval amit tényleg csak ilyen elméleti, egy dolgot tehetünk még meg, hogy azt mondjuk, hogy itt három fontos dolgot emeljünk ki. Ezt középre fogom írni, aztán lehet, hogy lesz onnan törölve, jó? Ezt majd kiderül, hogy ugye van egyszer egy membránja, aminek az a dolga, hogy elhatárolja a környezetétől. Van egyszer ugye örökítő anyag, aminek az a lényege, hogy szaporodhat, már hogy az öröklődés működjön, és van anyagcseréje, aminek az a lényege, hogy előállítson mindent, ami az előzőekhez kell. Jó? Tehát, hogy ez a három dolog, ez van, hát ugye az anyagcsere, mondjuk a ATP szintézis, az anyagcsere, persze nagyon sok mindent a transzlációban anyagcserének tekintjük, ez itt az öröklítés, ez itt a lipidmembrán, az a elhatárolódás. És ugye, ha már életkeletkezés, akkor valami életdefiníciót kéne mondanunk, mert mindig mondtam, hogy az az élet, ami a biológustóját ne kérdezzünk, de van a Gánti-féle életdefiníció, ami azt mondja, hogy élőnek azt tekintjük, ami ezen három alrendszerrel rendelkezik. Azaz elhatárodik a környezetétől, tehát jó, ez a környezete, ez ő. Van valami örökítő anyaga, hát legyen valami tisztességes kettős szál, ami valahogy valamilyen módon meghatározza, hogy ő milyen, és legyen valamilyen anyagcsere, amit most itt rajzolok egy TRNS-szerűséget, jó? Még van itt egy aminosav, és akkor ez valahogy, hát ez nem, a TRNS nem fogja természetesen, de hogy dolga az, hogy másoljon, meg lipidmembránt állítson elő, meg hasonlókat. Jó? Hát ez az anyagcsere, ezt most hívjuk, ezt hívjuk majd anyagcserének.
ez az örökítő anyag, ez a membrán. Ez bemegy ide. Jó, nem így, de már, hogy nem téreves, csak hogy az elv. Jó? És ami ezzel rendelkezik, azt élőnek tekintjük. Oké? Okay? És ugye valamelyik korán megkérdeztem, hogy mi van a vírusokkal, hogy a vírusok élők vagy nem élők. A vírusok melyiket tudják és melyiket nem tudják ebből? Pontosan, tehát van, ha nem is mindig membránjuk van, de valahogy eltávolodnak a környezetüktől, vannak olyanok, amiknek van membránjuk, azt mindig a gazdaszervezettől lopják, de a nukleokapszid lényegében nekik az, ami burkolja őket. Tehát amikor a fágokról tanultatok, az kimibe is meg szokt jelenni, van egy ilyen húszudaló kocka feje és ilyen kis fura lábacskái, és akkor az a nukleokapszid, ami az a D20-szerű fejecskéje. Örökítőanyag persze vírusokban lehet az RNS is, meg DNS, ilyen szempontból egy kicsit több minden van, de hogy van örökítőanyaga, viszont nincs anyagcseréje, tehát a saját magállőállítás az ezért kell neki egy gazda szervezet. Tehát őket ezért nem tekintjük élőnek. Most ugye ezeket hívjuk abszolút életkritériumoknak, hogy ezzel a három dologgal rendelkezni kell, és vannak az úgynevezett potenciális életkritériumok, amik nem ártanak egy élethez, de nem kötelezőek, ezek az evolvabilitás, a halandóság, meg a szaporodás. Jó? A szaporodás ez persze kell az evolúcióhoz, így is, úgy is. Az evolúció ahhoz kell, hogy az élet sokáig fönnmaradhasson, és a halálozás az meg fura módon egyre inkább azt gondolom, hogy az öröklődéshez kell. Meg tisztességem sem működik, de ez most túl messze vezetne, hogy azt elmagyarázzam, hogy miért. De ezek csak nem ártanak egy egész élő világhoz. Gondoljunk be, egy összfér nem tud szaporodni, de azt nem mondhatom rá, hogy te nem vagy élő. Tehát szembeállok vele, és nem vagy élő. Valószínűleg pont olyan furán nézne rá, mint ha más mondanék, de lényeg az, hogy ő egy élő lény, és persze éppen szaporodni nem tud. Na most... Ez nekünk ad még egy ötletet arra, hogy hogyan menjünk tovább. Méghozzá azt, hogy azt mondom, hogy van három alrendszerem, és ebből biztos nem nincs olyan, hogy ez a három alrendszer valahogy egyszerre megjelenik. Oké, tehát olyan nincs, hogy egyszerre három különböző alrendszer így összejön egybe. Ezt nem elfelejtok tanulni jövőfélben fizikai kémiából. Olyan reakció nincs, ahol három anyagnak kell egymással ütköznie ahhoz, hogy valami történjen. Reakciók csak kettesek lehetnek. Ha valahol három anyag kell hozzá, akkor először kettő ütközik, majd a harmadik ütközik az első reakciónak a termékével. Ez így jön össze, egyszerűen túl ritkák a hármas reakciók. Itt mondjuk nem a ritkaságról van szó, szóval egyszerűen csak túl bonyolultnak találnánk az egy lépést. Azt azért halkan ugye megjegyezzük, hogy ugye az elhatárolás ugye most lipidmembrán, az örökítőnek ugye mondtuk, hogy DNS, és anyagcsere általában mivel működtetődik általában? De általában az anyagcsere ebből az összes felépítő, az összes lebontó és a sejtékzés, tehát ez mind benne van. Mi az, ami működteti? Tehát milyen anyagok működtetik? Nem, az még mindig lehet benne. Tehát ha érted, ez egy makromolekula, ezek nagy molekulák, nem makromolekulák, itt valami makromolekulát meg kéne nevezni. Enzimek, csak általában miből állnak? Általában fehérjékből állnak. Jó, tehát általában mai, ugye ez a ma, ez van. Na, ha azt mondjuk, hogy ebből kettőnek kell valahogyan, tehát három nem jött össze, az azt jelenti, hogy az egyel korábbi lépés az olyan, hogy csak kettő van. Oké? Okay? Ha ezt M-mel jelölöm, akkor ezt ővel, ezt meg A-val. Általában ezt I-vel szoktuk be, hogy információ. Ez meg legyen membrán, ez meg legyen anyagcsere. Akkor az van, hogy valamelyik kettőnek kellett az előző lépésnek lenni, és ahhoz jött a harmadik. Okay. Na,
Ezeket a kettősöket fogjuk hívni infrabiológiai rendszereknek. Jó? Itt megjegyzem, hogy egy IM rendszer az egy vírus. Jó? Tehát ez a vírus az egy infrabiológiai rendszer, információs egysége van, és van a membránnak megfelelt ez a határoló felület alrendszere. Oké? Na most ebből az alrendszerből ugye lehet még a ez a három. Nem? Más nem jön, hogyha kettest kell. Tehát vagy egy információ és membrán van, vagy információ és anyagcsere van, vagy membrán és anyagcsere van. És ezek közül az egyik volt az előző lépés. Oké? Tehát ebből jön majd az, hogy hozzáadjuk a maradékot, és eljutunk ide az első élő sejtig. Jó, ez az elvünk. Hogy azt mondjuk, hogy az élő sejtnek kell rendelkezni ezzel a három úgymond alrendszerrel, aminek a komplexitásáról nem mondtunk semmit. Ez egyszerre három nem jöhet össze, tehát valamelyik kettőt. Ezek a lehetségesek, majd meg kell mondanunk valamiért, hogy melyik legyen. Elvileg mindegyik elképzelhető, és mindegyik mellett valaki kardoskodik. És én meg fogom mondani, hogy én szerintem melyik jó. És és akkor igazából ez az élet keletkezése, tehát innentől van életünk. Jó? Azért hagytam még ennyi helyet, nem azért, mert középen jobb írnom, hanem mert azt gondoljuk, hogy azért az utolsó univerzális közös ősig tart az életkezése sztori, mert ez még valószínűleg nagyon nem úgy néz ki, mint akár ma egy egyszerű baktérium. Kicsit még gondolkodhatunk abból, hogy azok közül mi az, ami túl bonyolult. És később szeretnénk majd, hogy megjelenjen. Ami nem mind triviális, jó? Tehát ezt nem állítom, hogy ez olyan dolog, ami mindenkinek egy kapásból. Mi az, amiből abból szeretnénk, hogy később jöjjön? Tehát onnantól már kicsit bele a biokémiának, szerves kémiának furább részei kezdődnek. Egy dolgot azt mondom, hogy valószínűleg ebből a listából legutolsó az a DNS genom volt. És akkor innentől ez nem... Tehát idáig ez kvázi ilyen logikázás. Onnan, hogy miért a DNS az utolsó. Egyrészt, mert hogy a vírusok még mind DNS-t használnak, és már nem mondom, hogy az RNS az miért lenne egyszerűbb. A DNS-nek van az a rossz tulajdonsága, hogy ez a dezoxinukleotidokból áll. Ugye a kettes OH le van szedve belőle. Jövő évben szerves kémia, ott ennél csak rosszabbak lesznek, szokjátok előre. Amúgy annak ugye a riboz kettes szénatomán levő OH le van szedve, ezért dezoxi, riboz. És ezt a reakciót nem egyszerű elvégezni, azaz azt gondoljuk, hogy ehhez biztos, hogy fehérje enzimek kellenek. Ami azt jelenti, hogy minden más, ami ezen a listán van. Már energia kell a fehérje működéshez is, különben nem tudjuk összerakni őket. Már eleve elmondtuk, hogy ezek össze vannak rakva, itt komplex anyagcsere van, transzlációval, stb. Tehát azt gondoljuk, ahhoz, hogy DNS-ünk legyen, ahhoz kell egy nagyon fejlett sejt köré, hogy kiszedje. Amúgy anyagcseréből majd fogjátok tanulni, hogy az összes dezoxi nukleotidot úgy állítjuk elő, hogy megvan hozzá a normál oxi, vagy hidroxi, tehát a RNS monomer, és azokból kezdi, azok egy enzim az OH csoportot egyszerűen leszedi. Jó, tehát hogy most sem valahogy úgy állítjuk elő, hogy egyszer csak ott van egy dezoxi, így valahogy összepakolgatjuk, hanem az van, hogy szépen megcsináljuk a ATP-t például, meg GTP, CTP, UTP-t, és valami szépen leszedi róla a megfelelő OH csoportot, egy enzim, tehát ez egy fehérje enzim végzi. Ezért azt fogom mondani, hogy az utolsó lépés az a DNS genom. A való áttérés, amúgy a DNS az stabilabb. Ö,
És ennek a stabilitásnak font az a kettes OH az oka. A kettes OH-nak van egy olyan rossz tulajdonsága, hogy szereti a saját hármas OH-ját megtámadni, és egy cirkuláris egy ott a kettes OH-nál, mint hogyha az O az ide is, meg oda is, tehát a hármashoz is, meg a kettes színatomhoz is kapcsolódik, ha ez megtörténik, akkor ott helyben fölszakad a lánc. Van egy RNS láncom, akkor az föl fog szakadni, és ezért az RNS láncok néha szeretnek fölszakadni, vagy jobban szeretnek fölszakadni, mint a DNS. Tehát ezzel gondoljuk, hogy mi lehetett az, hogy átrakjuk. Néha szokott felmerülni kérdésként, hogy a RNS az lehet-e kettős spirál, és a válasz az, hogy igen, miatt még bárki más gondolt volna. Általában ugye élőlényekben nem szokott kettős RNS lenni, vagy csak nagyon részlegesen, tehát hogyha találunk, hogy mikro-RNS hozzákapcsolódik valami, és az ott helyben kettősnek tűnik, de olyan tisztességes kettős spirálokat bennünk nem szoktunk, de virális genomok között van dupla szálú RNS genom, úgyhogy működik. Egy nagyon picit máshogy néz ki a kettő spirál, tehát hogy azt szerintem meg lenne nyújtva a DNS-hez, de egy picit, tehát hogy nem tök olyan, mint egy DNS kettő spirál, csak hasonló, mint egy DNS kettő spirál. Még egy dolgot lehet sejteni, hogy viszonylag kései ehhez képest. Az pedig a fehérje szintézis. Fehérje szintézis mindannyian tanultatok, nem? Tehát azon a szinten, hogy van valami ribosszóma, ugye, ha már ribosszóma, itt van valami mRNS, ez elméleti biológus, jó? Tehát majd a molekulás biológusok az megmondják, hogy ők hogy szeretnék, és akkor itt mindenfajta kis tRNS-ek bekötődnek a megfelelő helyekre, és akkor itt ez egyre szörnyebb lesz, itt valami fehérje lánc elkezd szintetizálódni. Jó? Tehát ez a képünk, hogy legyen fehérjénk. Na most gondoljátok bele, ehhez kell x darab, hát legalább a két alegység ribosszómából, kell a tRNS, kell tRNS aminoacil szintáz, az, ami felrakja az aminosavakat a tRNS-re, és még egy adag enzim. Ha megnézünk ma egy sejtet, ami a lehető legkisebb, már a legkevesebb génnel rendelkezik, ez kb. 500 gén környékén van, kicsit több, de tehát ezek paraziták ráadásul, tehát hogy nagyon sok minden nem kell csinálniuk, mert egy sejten belüli paraziták, tehát kajában úsznak. Lényegében bakteriális sejtekről beszélünk. Nekik a génjeiknek egy igen jelentős része arra megy rá, hogy fehérjét tudjanak szintetizálni. Volt kísérlet, egy jó pár évvel ezelőtt volt, arra, hogy hogyan tudnának minimalizálni egy sejtet, tehát minél kisebb legyen, és tényleg megpróbálták, hogy minél kisebb legyen, már úgy itt, hogy minél kevesebb génnel működjön, és úgy is még körülbelül a gének harmada az azzal foglalkozik, hogy legyen fehérje. Jó, és az összes többi az energiát állítja elő, a legyen membránja, a fehérjék ne rosszalkodjanak, szóval meg lebontás legyen, meg mindenfajta egyéb, osztódni is tudjon a sejt, mert az sem állt egy működőképes sejtnek. Szóval minden egyéb az a maradék kétharmad, a minimális gramoknak az kb. Az egyharmada az arra megy el, hogy fehérjét kéne szintetizálni. Körülbelül legalább 100 gén kell hozzá. Oké? Okay? Na most evolúció biológiában azt biztosra tudjuk, hogy olyan, hogy hirtelen azt mondom, hogy kell nekem 100 gén, hogy egy következő lépésem legyen, és akkor majd minden jó lesz, olyan nincs. Jó? Tehát, hogy az nem működik. Az túl komplex. Egyesével hozzáadok géneket, kettesével, hármasával valami, de egyszerre jelenjen meg 100 gén, hogy nekünk legyen egy tisztességes translációnk, az nem működik. Ami azt jelenti, hogy ez kódolt fehérje szintézis lesz itt, kódolt fehérje szintézis. Alias transzláció, jó? Csak úgy túl rövid lenne. Nem, szóval transzláció. Itt még mindig lesz a kettő között egy-két lépés.
Na és akkor innentől, nem tudunk tovább lépni, már úgy, hogy ilyen nagyon csak gondolkodás, meg túl sok gén, meg stb. A következő lépéshez egyszerűen csak ismerni kell, hogy akkor a maradék anyagok, amik vannak, azok mit tudnak művelni, és itt kell fontos megjegyeznünk az RNS-eket, azok milyen csodálatos dolgokra képesek. Az RNS-ek képesek enzimként működni, amivel reményeim szerint nem lepek meg már senkit. Milyen RNS enzimet ismertek? Tehát olyan RNS-ből álló dolog, ami enzimként működik. Mondjátok. De. Ribosoma. Jó? Tehát nem kell bonyolultabb. Azért ezért járt egy Nobel-díj, tehát ez bizonyítva van. Már kezd lelőtték, tehát. Tehát az a furcsa, hogy sokkal előbb tudtuk azt, hogy az RNS enzimként tud működni. Azért is járt Nobel-díj. 82-ben két csoport függetlenül felfedezte azt, hogy bizonyos RNS, ezek ráadásul önkivágódó intronok voltak mindegyik esetben, nem egyik az egy RNSP volt. Mindegy, szóval RNS lehet se hasítani. RNS tudtak hasítani, ez enzimek, RNS enzimek voltak. Ugye addigra már fixálódott az az emberek fejéből, hogy az enzimek azok fehérjék. Az RNS az, tehát a DNS az RNS az valahogy információt hordoz, a fehérjék enzimek, úgyhogy természetesen azt gondolták, hogy csak is valami fehér lehet, tehát mi van, nem tisztították meg eléggé a mintát. Aztán tisztították, és mindig megmaradt az enzimaktivitás, érde a tisztítás, hogy minden fehérjét meg lehet kipucolni belőle, meg emészteni, meg stb. És a végén kénytelenek voltak belátni, hogy az RNS enzimként működik. Ez van. Mondom, 82-ben volt ez a felfedezés, és utána valamikor megkapták a Nobel-díjat, érte az Altman és a Cseh. Ezeket ribozinnak fogjuk hívni, ami az RNS enzim szavak összevonásából. Jó? Ribozim. Alias RNS enzim. Na most a ribosoma felfedezés az sokkal későbbi volt. 2005-re vagyunk biztosak benne, hogy a ribosoma enzimként működik. Már akkor élhettetek, tehát, hogy ez már jó, ki hogyan, de élhette, ezt mondom. De ez már olyan belátható távolságra van nektek is, jó? Nagyon nehéz volt kristályosítani, tehát az az egyik probléma, hogy nem tudták a kristály szerkezetet, mert ugye ez egy kérdés volt, hogy azt tudjuk, hogy a ribosoma az nem csak RNS-ből áll, rengeteg fehérjéből áll. És akkor ott a kérdés, hogy oké, most akkor melyik mit csinál? Mert lehetne az, hogy a rengeteg RNS az egy ilyen létraként, vagy ilyen vászszerkezetként működik, amire az a pár darab fehérje szépen a megfelelő helyre kerül, és a fehérjék, mint általában a fehérjék, már úgy értem, hogy a enzimek nagy része ugye fehérje, akkor azok fogják végezni az enzim aktivitást, és ezt is gondolták általában. Tehát ez volt a standard gondolkodás, hogy a ribosomában azok a fehérjék, amik ott vannak, azok végzik az enzim aktivitást, ugye, ami a peptidil transfer, vagy tehát a peptidkötés kialakítása. És hát mikor megvolt a röntgenkriszalográfiás felvétel, akkor kiderült, hogy ott, ahol maga a reakció megtörténik, ott csak RNS van. Egy darab fehérjém talál a környéken, hát akkor innentől pipa, ez egy RNS. Tehát ő is egy ribozim. Azóta találunk ribozimokat, bennünk is van, általában RNS-t hasítanak, jó? Tehát nem túl izgalmas dolgot művelnek, különböző, van egy-két mechanizmus, de általában RNS-t hasítanak. Egy részük az önkivágódó intron, intronokat megbeszéltük negyedik órán, hogy ugye nekünk úgy néz ki a genomunk, hogy az exonok azok, amik kódolnak, és közötte vannak nem kódoló régiók, amiket intronoknak hívunk. És vannak úgynevezett önkivágódó intronok, ami azt jelenti, hogy amikor az RNS leszintetizálódik, akkor egyszerűen csinálnak valami trükköt és kivágódnak maguktól. Tehát, hogy így puff, el. Oké. Amúgy különben, amikor 82 után tehát hogy rájöttek arra, hogy az RNS-ek
működhetnek enzimként, akkor a 90-es évek elején ez egy ilyen iparág volt, hogy jó, akkor csináljunk RNS enzimet akármire. Jó, tehát, hogy találjunk egy reakciót, lehet-e RNS enzimet csinálni? És a válasz az, hogy lehet. A legtöbb esetben legalábbis sikerült. Ez egy SELEX nevezetű folyamat, ami valahol bent van a könyvben, és a SELEX a kifejtését a rövid szónak teljesen értelmetlen megtanulni, hosszú és bonyolult. De lényeg az, hogy kialakítanak egy RNS könyvtárat, ami azt jelenti, hogy sokfajta RNS-t megpróbálnak csinálni, azt valamilyen affinitás kromatográfon keresztül hajtják. Az affinitás kromatográfról hallottatok, a kromatográfiáról. Jó, az olyan, mint mikor a szaftos lébe beleeresztjük a, vagy papírt, az ritkábban, de a törlőkendőt meg a konyhai ruhát, és akkor ilyen színek elválnak, meg bizonyos dolgokat gyorsabban szív föl, a zaftot meg kevésbé gyorsan szívja föl. Nem mindegy, kromatográfnak ugye ezt hívták, mert a színeket választ el, az affinitás kromatográf pedig valami olyasmi, aminek az oszlopon föl van vive valamilyen anyag, amihez hozzá kell kötődni, és ugye minél jobban kötődik, annál inkább rajta ragad. Amit fölvisznek ilyenkor rá, az első, amiket csináltak, az egyszerűen csak kötés volt, hogy kötődik-e valamihez. Később megpróbáltak enzimeket csinálni, enzimeket úgy lehet csinálni, hogy, és akkor most teszek fel egy kérdést, az enzimek mit kötnek nagyon jól? Mit kötnek az enzimek? Nagyon jól. Tudom, fura kérdés. Lehet egy olyan válasz, hogy a szubsztrátot. Jó válasz lesz ez? Mi történne akkor, hogyha nagyon jól kötnék a szubsztrátot? Tehát ha legjobban az összes molekula közül a szubsztrátot kötni egy enzim. Nem tudná engedni, nem csak, hogy nem tudná engedni, nem csinál vele semmit. Megragadná, és köszönöm szépen, az enyém, és hagyd ott békén. Jó, mondjad. Közti terméket. Jó, tehát azt megtartod, hogy van ez az aktivált komplex, és azt kell a legjobban kötni egy enzimnek. Tehát nem is a végterméket. Ha a végterméket kötnek, ugyanez lenne, hogy végbenne a reakció, csak megtartaná magának. Tehát, hogy kösz, ez az enyém. Ezért a közti terméket, ami általában labilis, tehát, hogy ültem, hogy nem szeret megmaradni, hanem akkor egy kisebb energiájú, ugye a végtermék az ilyen szempontból energetikailag preferáltabb, abba tovább megy, és akkor az el is engedi az enzim. Na most hát, mint mondtam, labilisak általában a közti termék, ezek közti termék analógokat raknak föl az oszlopnak az oldalára, és akkor végeresztik rajta ezt a RNS könyvtárat, ami jobban ráragad, ugye az valamennyire esetleg a reakciót is tudhatja katalizálni, ami kifolyik gyorsan belőle, azt kuka, és akkor ami marad, azt el kell kezdeni PCR-ral föl szaporítani. Van úgynevezett mutagén PCR, tehát a normál PCR-t, amit a vírust akarunk kimutatni, vagy egyszerűen csak szeretnénk sokszorozni, azt szeretnénk, hogy ugyanazt másolja, és ne legyen mutáció benne, de rá lehet venni arra is, hogy legyen benne mutáció, lehetőleg jó sok, mert hogy szeretnénk varianciát generálni, amúgy különben egyszerűen csak a NTP arányokat kell eltolni. Tehát, hogy ennél nem sokkal bonyolultabb. Tehát az enzimet nem kell bántani például. És ugye mutagén PCR-ra újabb variációt generálunk, azt visszarakjuk megint az oszlopra, és ezt egy pár szó megcsináljuk. És nagyon sokszor az lett az eredmény, hogy igen, kaptunk olyan RNS molekulákat, amelyekre valamilyen reakciót képesek elvégezni. És mára körülbelül az a elképzelésünk, hogy mondjuk a fehérje szintézis minden lépését RNS-sel lehet elvégezni. Jó, tehát, hogy a TLMS-re rápakolni az aminosavat, az az aktiváló lépés, de ATP-t kell aktiválnunk végül. Peptidi transfert, azt most is tudjuk, hogy RNS végzi. Redox reakciókat lehet vele csinálni, az sosem állt energiát szeretnénk a végén. Nagyon sok fajta kémiát, ami egyszerűen csak mondjuk, ha szeretnénk később lipidet is előállítani, vagy bármi mást. Tehát az a kép alakul ki, hogy az RNS-ek nagyon sok reakciót el tudnak végezni. Oké? Ez van.
Hozzáteszem, a DNS is, jó? Tehát ebben nincs különbség köztük. A DNS-t azért zárjuk ki, mert azt gondoljuk, hogy egyéb oknál fogva nem működik, és azt gondoljuk, hogy RNS-sel nem lehet megcsinálni ezt a lépést. Jó, a dezoxi nukleotidokat, tehát az a kettes OH-nak a leszedését, arra nem lesznek jók az RNS enzimek. Jó, tehát van egy ilyen a fejünkben, hogy RNS enzimmel sok mindent el lehet végezni. Mi lenne a legfontosabb enzimreakció? Ez egy izgalmas kérdés. Mit gondolunk, mi a legfontosabb enzimreakció egy ilyen világban? Élet keletkezése, nagyon egyszerű dolgokról beszélünk. Ez nem triviális. Mi lenne a legfontosabb enzimreakció, amit vagy produkálnunk kéne? Még egyszer? Jó, de mit katalizáljunk? Bármit. Ne, az kevés, az bármit ezt tudunk katalizálni, azt mondtam, hogy ez a nem gond. Igen, az örökítőanyag megkettőződése, tehát valami RNS alapú RNS polimeráz lenne a legfontosabb. Hova írjam? Igen, ide írom. Jó, RNS alapú RNS polimeráz. Jó, ő lenne a legfontosabb, hogy elérjük. Ugyanis, ha van egy ilyen enzimünk, akkor az öröklődés, a szaporodás megvan oldva, és milyen ki fog derülni, sajnos a variancia is, tehát mutációk lesznek. Azt ingyen kaptuk, oké? Az már nem kell semmit hozzáadnunk a rendszerhez, de enélkül nincs öröklődés. Majd később elmondom, hogy szaporodás attól még lehetne, csak hát szaporodás öröklődés nélkül az nem tudunk evolúciót csinálni. Ilyen nincs. Tehát ilyet még nem sikerült előállítani, hogy RNS alapú RNS polimeráz. Ez a szomorú része a dolognak. Pedig 18-ban, amikor voltam egy életkeletkezési konferencián, és mindenki számít, az már régen volt, ott a Jack Zosták bejelentette, hogy szerinte nekik megvan, és majd olvasjuk a cikket. Hát azóta is. És már 10 évvel ezelőtt is azt mondtam, hogy csak évek kérdése. Nem, hát úgy tűnik bonyolultabb a dolog, mint gondolják. Nagyon nehéz rá szelektálni. Oké? Tehát egy nagyon konkrét reakcióra egyszerű szelektálni, hisz azt mondom, hogy az átmeneti komplex analógot felrakom egy ilyen oszlopra, és átkergetem rajta. De itt nem csak az lényeg, hogy egy ligát, tehát megcsinálni egy két nukleotidnak az összekapcsolását, azt bárki, bárhogy jó, tehát az nagyon egyszerű, azt bárki lehet csinálni, hanem az kell, hogy szépen menjen végig egy szálon, és a megfelelőt mindig rakja hozzá. Templát alapon, nem. Majd elmondom, hogy mit tudnak csinálni vele. Na, és ezért, mert azt mondom, hogy az RNS az működhet információhordozóként és enzimként, ezért mi azt mondjuk, ezzel vagyunk egy páran, hogy az információs anyagcsere infrabiológiai rendszer volt az, ami utána, amikor kapott egy lipidburkot, akkor kiadott az első élő sejtet. Oké? Tehát az infrabiológiai rendszerek közül az, ami információ és anyagcsere, és akkor én a másik kettőt azt le is törlöm. Na most pont ezért ezt az egészet úgy hívjuk, hogy RNS világ. Jó, az RNS világ az az, amikor azt gondoljuk, hogy a RNS töltötte be mind az információhordozó, mind pedig az enzim funkciónak a szerepét. Ez az RNS világ, hát most az egy kérdés, hogy értitek, idáig biztos, mert innentől DNS fehérje világ van. És egyesek mondjuk idáig rakják, amikor elkezdenek megjelenni valamilyen módon a fehérjék. Tehát ez egy Az most lehet egy dolog. Na. Jó, akkor egyet tovább léptünk, mert azt mondjuk, az első élő sejthez előtte kellett egy ilyen anyagcsere információ dolog, és ez nekünk
És ugye akkor a maradék, az ugye a membrán lesz. Plusz membrán. És amikor majd olvasni fogjátok újra a makroevolúciós, tehát a evolúció nagy átmeneti fejezetet, akkor ugye ilyen szempontból egy nagyon fontos átmenet az ez, hogy az itt levő replikátornak fogjuk hívni őket, hát gének, azok membránba lettek zárva, és ez egy egalitáriánus átmenet. Jó. És akkor azt is letörlöm, hogy ma ez mind mi. Azt gondoljuk, hogy persze a membrán az továbbra is lipid membrán. Maximum egyszerűbb. Jó? Tehát, hogy lehet, hogy most nem átunk is meg foszfolipidek, hanem mondjuk csak egy zsírsav. Oké? Abból is egész jó membránokat lehet csinálni. És akkor itt helyette ugye mindenhol RNS van az előzőnéhez képest. Gondoljunk bele még azt, hogy valami nagyon leegyszerűsödik. Amíg fehérjékre van szükségünk az, hogy enzimaktivitásunk legyen, vagy az enzimek általában fehérjék, addig kell nekünk transzláció. A transzláció, mint mondtam, sok gént igényel. Itt nekünk nem kell transzláció, egyszerűen ugyanez a molekula, vagy azt csinálja, hogy megkettőződik, a DNS és akkor szaporidás van, vagy valamilyen részét, most ha nem úgy elszámolnak egy módosulata, másol egy részt, amit transzkripciónak hívnánk akkor, az előállítja az enzimet. Hisz egy ribosoma is úgy keletkezik, hogy DNS-ből csinálunk egy RNS-t. Jó, csak azt betekeredik, vagy egy TRNS, és az rögtön valami funkcióval rendelkezik, és nem kell belőle fehérjét csinálni, hanem csak egyszerűen be fog hajtogatódni. Itt lényegében egyszerűen ezt a másolást kell elvégeznünk. Na! Hát most ugye két fele mehetünk, hogyan bonyolítjuk el? Vagy jó, hát itt most egész ribozimokat feltételeztem az elején, és szólhattok, hogy oké, tehát most van egy stabil hidroszférám, és én rögtön hoztam nektek egy bonyolult ribozimot, amit 20 év alatt 26 év alatt nem tudott x darab biokémikus még előállítani. Jó, az 26 és nem 200 millió, tehát az értitek a különbséget, csak tudunk ilyen levágni mindenfajta, hogy mondjam, gyorsítanítottam ott a dolgom. És ugye itt lenne az a rész, amivel valamiért szeretik az összesen életkeletkezése sztorit kezdeni, hogy akkor hogyan lett az őslevesben mindenfajta dolgok. És meg akkor elmondjuk, hogy miért nem gondolkozunk például őslevesről. Az ősleves az lenne valami olyasmi, ami így van egy ilyen lombikom, belerakok vizet, meg valami egyéb dolgokat, és akkor abból valami kimászik. Miért nem jó nekünk az, hogyha egy ilyen folyadékfázisban működtetnénk az életet? Mi is folyadékfázisban működünk bizonyos szempontból, de ha a sejtant megtettük, az nem olyan, mint egy lombik, jó? Tehát ez nem olyan, mint hogy fogok egy, nem is tudom, ekkora szappan buborékot és megtölteném valahogy vízzel, egy sejt egy kicsit ennél bonyolultabb. Mi a baj a vízzel? Nem volt jó a pH-t, pufferekkel megoldjuk majd. De igaz, a pH-ban még lehetne baj. Ez a reakció. Emlékeztek, hogy ez hogy néz ki? Amikor fehérjéket állítunk elő? Tudom, csütörtök van, este van. De hogy valami. Mi történik azon a reakció közben? Értitek? Hát néztek meg a telefonon, vagy valami. Peptid kötés kialakítása. Vízkilépés, köszönöm. Vízkilépés történik. Ha most megkérdezném, hogy amikor két nukleotidot összerakunk, akkor mit történik? Ugye ez lesz a válasz, vízkilépés. Oké? Tehát minden polimerizációs reakció, RNS, DNS, fehérje, vízkilépéssel működik. Aztán megtanultátok, hogy azok a reakciók, amik úgy néznek ki, hogy
valami egy, valami kettő, hát akkor legyen VV, nem való világ, de szóval értitek, plusz H2O. Ezek a reakciók vizes közegben merre fognak menni? Arra. Ezt hívjuk hidrolizációnak. És ez szétesik minden, jó? Tehát ez a... Soha az életben nem lesznek hosszú polimerjeim, jó? Tehát a őslevest azt itt akkor levág, kivégeztük szegényt. Nincs ősleves. Úgyhogy ma alapvetően, ha már mindenféle, tudom, este van, kaja, stb. Úgyhogy őspizzáról szoktunk beszélni, akkor ezzel föl is írom, hogy őspizza. És azért pizza, mert valamilyen felületen szeretnénk ezeket a dolgokat csinálni. Ezek a felületek mondjuk ásványi felszínek, tehát a ropogtatását azt meghagyom azoknak, akik szeretek követenni. De azért felületeken, mert a felületekhez kötött reakciókban ez a vízkilépés igazából még akár segíthet is, és megoldódik az, hogy a hidrolízis nem olyan problémás. Ezek az agyagásványok, ezek különböző ásványi felszínek, ugye ma is az ipari szerves kémia alkalmaz felületeket arra, hogy reakciókat katalizáljanak. És ezt tudjuk, hogy bizonyos agyagásványok is, bizonyos ásványokon is lehet reakciót katalizálni, de észre, hogy katalízist tudnak nyújtani. Ezen kívül megvédenek az UV-tól. Ne felejtsük el, hogy oxigénünk nincs, tehát ózon réteg sincs a Földön akkor még. UV az minden további nélkül jön a Földre, és szedi szét a szerves molekuláinkat, még a víz bizonyos mélységén is a felülethez kötött reakciók részben védettek az UV ellen. Ezen kívül, mivel a felszínhez kötött dolgok nehezebben vándorolnak jobbra-balra el, ezért majdnem olyanok, mint hogyha belennének valahol szorítva. Mármint, hogyha úgy szokták mondani, hogy a szegény ember kompartmentje, nem olyan, mintha membrán lenne, de egy kicsit olyan. Jó, mert nem tudnak elég gyorsan elmenni, mint egy jól kevert rendszerben. Tehát azt gondoljuk, hogy valamilyen felszínen, felszín, történik meg a reakciók. Na most, még bírnotok kell. A Miller kísérletről gondolom mindenki hallott. Jó, hát ez a Miller kísérlet, valaki elmondja nekem, hogy nekem kell, miért mondanom. Annyira már nem, mi? Tudom, este van. Ugye ez a, veszek a lombikot, berakom vízbe, rakok bele metánt, amóniát. Mit rakok bele még? Mást nem. Az eredetiben nem volt széndioxid. Hát jó, vizet, azt mondom, hogy víz van, metán, amónia és ménykűt, jó? Tehát egy elektromos kísérléssel kell, de kicsit forralom, hogy legyen vízgőz is benne, és ugye 50-es évek, 54 azt hiszem, és aminósavokat lehetett kimutatni benne, főleg glicint. Tehát a legegyszerűbb aminósav. És ugye ez teljesen abiotikus körülmények között történik, már hogy nincsenek enzimek, nincs ott semmi baktérium, mégis aminósavokat kapunk. Ezt a kísérletet szoktuk mindig elmondani, legutóbb az egyik geokémikus kolléga, hogy mi a francnak tanítjuk még mindig ezt, hisz tudjuk, hogy nem, ez sok tekintet, sok sebből vérzik, és ez igaz. A következő sebekből vérzik, nem gondoljuk, hogy így nézett ki az atmoszféra. Jó, tehát, hogy amónia, meg metán, víz az volt, vízgőz, oké. Ma miből áll az atmoszféránk? Főleg. Hangosan. Nitrogén. És? Oxigén. Jó, ebből oxigén nem volt. Ezt megbeszéltük, hogy oxigén a mennyiség biztos, hogy nincs, az később a cianobakteriumok teremtik meg. Tehát nitrogén, ezért azt kell gondolnunk, hogy valószínűleg az őslégkörben és a nitrogénből köszönjük szépen sok volt. Szénmonoxid, széndioxid lehet, de az ugye nem olyan jó már szerves vegyületek elváltása, mint a metán. Tehát a metán ez egy nagyon redukált molekula, amik egy széndioxid, szénmonoxid, meg egy kimondtan oxidált molekula. Hozzá kell tennem, ilyen körülmények között is működik a Miller kísérlet. Tehát továbbra is tudunk aminosavakat kapni, hogyha nitrogén van benne, meg széndioxid, szénmonoxid, vízgőz, hidrogén. Bocsánat, az elejét a hidrogént kihagytuk.
Szóval hidrogén is, hidrogéngáz is van. Hidrogéngázra azt gondoljuk, hogy valamennyi volt, nem tömegével, tehát nem a Nap vagy a Jupiter, de valamennyi hidrogéngáz az van, és ez nem árt ezeknek a reakcióknak a végbemenéséhez. Tehát ma azért az is igaz, hogy eléggé el lehet rontani a Miller kísérletet, és el lehet vinni abba az irányba, hogy közelebb álljon az akkori körülményekhez, és így mindig működni fog. Maximum nem pont RNS fogunk kapni a végén, mert nekünk nem fehérjék kellnek, vagy nem aminosavak kellnek, nekünk RNS kéne. Jó, tehát akkor elmondtuk valamit, ami valahogy működik, és az RNS előállításához pedig azóta a szerves kémikusok foglalkoznak ezzel, és vannak jó ötleteik rá, hogy hogyan lehetne megcsinálni. Ez általában zászlóként ez úgy szokott működni, hogy az ember kap valamiért egy Nobel-díjat, és utána azzal foglalkozik, amivel akar. Tehát mondjuk a jazz osztályt is, akkor azt telomereké vagy még kapta, teljesen értelmetlen dolog, kit érdekel, és utána végre foglalkozott izgalmas dolgokkal, életkeletkezésével. És akkor azóta csinál mindenféle érdekes kis, azóta is előtt is csinált már érdekes kísérleteket. Azóta egyszerűbb egy kicsit neki, és akkor van még egy-kettő ilyen ember a környékén. Egy pár igazán jó szerves vegyész is, hogy mondjam, elkezdte bedobni magát. De azért nem szeretek róla túl sokat beszélni, mert ezek ilyen lepedőnyi reakcióutak, jó? Tehát, hogy én is furán nézem őket, hagyjuk. A végén jöjjön ki ATP, jó? Ennyi, ez a fontos, a végén ATP. Legyen belőle, ezt valahogy meg lehet oldani. Na, ugye egy picit még maradnék itt a kémiai résznél, de csak pár rövid szó erejéig. Az egyik az, hogy ma azért leginkább abban gondolkodnak, hogy ez a reakció, ez a Földön különböző helyeken ment végbe. Már hogy azok a reakciók, amik a végén mondjuk RNS termelnek. Ezt azért gondolják így, mert meggondoljátok, már magában a Miller kísérletben is legalább két fázis volt, azért volt vízgőz benne, és a vízgőzbe rakták a elektromos kisüléseket, tehát ez nem a vízen belül próbálták elektromos kisülést, azt hiszem, az nem is működne, hanem a vízgőzben, tehát bizonyos reakciók eleve gázfázisban mennek végre, bizonyos reakciók meg a vízfázisban, és egyre inkább azt gondoljuk, hogy nagyon sok reakció, mint mondtam, hogy őspizza, valamilyen ásványi felszínen, és az ásványi felszín akár lehet szárazföld is, ahonnan aztán persze mindenfajta befolyásokkal, már itt a befolyás, hogy folyik befele a víz, a tengerbe fog kerülni. Az egy vita most a tudományban, és én nem vagyok hozzá eléggé jó vegyész, hogy működhet-e az egész sós vízben, vagy édes víz kell hozzá. És van, akik azt mondják, hogy szerintük édes víz kell hozzá, valaki meg azt mondják, hogy sós víz. Tehát az se egy lefutott dolog, hogy hol keletkezett, hogy most a tengerben jött létre, vagy inkább ilyen néha kiszáradó meleg források környékén. A kiszáradás különben azt azért mondom, mert gondoljatok, amikor kiszárad egy víztest, akkor bekoncentrálódik, ami benne van. És ez jót tesz a reakcióknak, hanem magasabb a koncentráció. Tehát ugye itt azért nem arra gondolunk, hogy tömény, nukleot, ATP-t így beleöntögeti valaki, hanem keletkezik pár molekula, vagy hát nem pár, de mondjuk egyszerűen a nem molos oldat van azért, és azért a betömenyedés az segített abban, hogy molos legyen az oldat, vagy tizedmolos, és a reakciók végbemenjenek. Ez egyik dolog, ami itt segít. A másik, hogyha vannak nukleotidjaim, akkor ezek bizonyos ásványi felszínen, amit a Montmorillonitnak hívnak, azok képesek összeállni hosszabb láncokká. De ugye ez csak az, hogy vannak véletlenszerű láncaim. Tehát véletlenszerű RNS láncot elő lehet állítani, ezek ilyen 40-50 hosszúak, az elég hosszú ahhoz, hogy legyen belőle enzim, de ezek nem másolódnak. Ez nem másolás, ez csak RNS előállítás. Jó, vannak RNS láncaim, boldog vagyok miatta, boldog lehetek miatta, evolúció ettől még nincs. Ugye a kérdés az, hogy hogyan lehetne megoldani azt a másolást enzim nélkül, és ezzel is foglalkoznak, ugye ez papíron tökéletesen működik, ezt táblán is. Ezt azért megmutatom, mert ha azt mondom, hogy ez itt az egyik láncom, és akkor itt van, nem is tudom, A, U, G, G, akkor tudom, hogy ide kéne jönni egy U-nak, ide kéne jönni egy másik U-nak, ide egy A-nak, ide egy C-nek, meg ide is egy C-nek, nem? És ha már ilyen közel vannak egymáshoz, akkor már ugyan már
rakjuk össze őket. Jó? Tehát látjátok, tökéletesen működik táblán. Oldatban ennyire nem működik szépen, jó? Tehát, hogy ennél kicsit valahogy nem akar ennyire szépen működni. Ezért is ezzel már foglalkoznak, tehát amikor a 90-es években ilyen 14 hosszúakat tudnak előállítani, most ez már névfőjebb is tudnak menni. Tehát ennél hosszú, tehát templát alapon enzim nélkül, oké? Okay? Tehát ez most, itt nincs enzim. Itt ez enzim nélkül. Ma egyre inkább azzal foglalkoznak, hogy hogyan tudnák gyorsítani, meg pontosítani ezt a reakciót. Ez mondhatják egy furcsa dolog, ugye az az óriási különbség, hogy van a 200 millió évem rá, meg van egy 3 éves grantom rá. És akkor mindenki kicsi sokkal gyorsabban kell működni. Emiatt használnak olyan dolgot, amik persze biztos, hogy nem voltak a életkeletkezésekor a oldatban, és akkor azon merengünk, hogy ha anélkül sokkal lassabban megy, akkor egyszerűen csak időkérdése, ha így meg most meggyorsítottuk, akkor szerintem mindig elhihetjük, hogy amúgy meg működne, csak így meg tudom mérni, úgy meg várom kéne 3 emberöltőt, és akkor utána történne valami. Tehát, hogy itt ezek a problémák. Mindegy, szóval ezzel is foglalkoznak, de én azért nem szeretek erre koncentrálni, mert valamiért mondom, gimis könyvek imádják ezt a részét a dolognak, mert ez kémia. Jó, ez egy szerves kémia, erről profi szerves kémikusok veszekednek róla, vagy szóval írnak cikkeket. Minket valahol innentől érdekel a dolog. Jó, hogy van egy élő sejt, biológusok vagyunk, hát élő sejteket szeretnék. Úgyhogy most mondjuk azt, hogy ezt oldják meg a vegyészek. Oké? Okay? Ez egy, hogy mondjam, egy részét megoldották, egy részében meg dolgoznak. Ezt azért hozzáteszem, hogy mi mindig azt mondjuk, hogy oldják meg a vegyészek. Ők még mindig közlik, hogy idáig eljutottunk, a többit az evolúció megoldja. És hiszünk az evolúció, hogy megoldja, de tudjuk, hogy ez nem ennyire egyszerű, hogy majd megoldja valahogy az evolúció. Nekünk kell azt kitalálni, hogy hogyan. Jó, de tegyük fel, hogy van már RNS-ünk, tegyük fel, hogy valahogy tudunk másolni, és ez vagy összejön. Jó, itt kihagyok egy fontos dolgot, amit majd MSZ-n elmondok nektek, amit hibaküszöbnek hívunk. Túl sok a mutáció, és annak mindenfajta problémái vannak. Azzal én foglalkoztam egy ideig, meg foglalkozni is fogok még. Ott még voltak itt-ott jó eredmények is, de az elmondása hosszú lenne. Úgyhogy jöjjünk valahogy ide-vissza. Ja, lipid. Lipideket elő lehet állítani, az nem egy olyan vészes dolog. A lipideknek az a jó tulajdonsága, olyan, amit ti is megtanultok, hogy a hidrofil része, az, meg van egy hidrofób része, és a hidrofób része szeret messze lenni a víztől. Jó? Tehát, hogy bizonyos koncentrációban kialakul magától a lipidmembrán. Ez koncentráció függő, meg pH, meg stb. Tehát kialakult az úgynevezett micella. A micella az azt jelenti, hogy csak hidrofób farkok vannak befele és a fejek kívülre, tehát valami... Aj, nem fogok annyi kört rajzolni. Oké? Okay? És akkor így néz ki. De ugye ennek a belseje az hidrofób. Jó? Ebből sejtet nem csinálunk. És ugye ami nekünk kéne, az egy tisztességes, amit vezikulának hívunk, ami ugye egy hát úgy kettős, mert már nem úgy, mint a plastisznak meg hasonlók, hanem ugye a lipid kettős réteg, hidrofil fejek kifele. Oké? Okay? Ez is igazából magától összeáll. Ez azért fontos megjegyezni, mert ugye még itt ez egy óriási kérdés, hogy a lánc miért áll össze, a polimerizáció. Itt, ha megvannak a monomerek, akkor megvan a funkcionális dolog az, hogy ezek lipidbe záródnak, és ahogy itt szünetben volt kérdés, hogy akkor bizonyos dolgok miért jók. Az előbb mondtam azt, hogy néha így kiszárítunk dolgokat. Tehát ha valami napocska, vagy egy kis pocsolya kiszárad, betöményedik. Nem csak, hogy betöményedik, ha vannak benne lipidek, és van benne RNS, akkor amikor fölvizezzük, akkor valahogy az RNS belekerül a lipidbe. És össze is jön. Tehát, hogy ez a lépés, ezt is tudjuk. Tehát ez nagyon szimplán kémiailag is megtörténhet. És ma már nagyon sok kísérlet van arra, hogy ilyen egyszerű membránokon belül működnek ezek a reakciók. Oké? Okay? Tehát, hogy ezekről tudjuk, hogy alapvetően működő rendszerek tudnak lenni. Na, és akkor itt nekünk még van egy
óriási kérdésünk, hogy hogyan tovább, és szeretnénk fehérjét szintetizálni. A fehérjeszintézis, azt mondtam, hogy bonyolult, ezért a fehérjeszintézis nem tudjuk. Tehát biztos nem az lesz a megoldás, hogy egyszer csak egy sejt azt gondolt, hogy rakjunk másik 100 gént, és akkor lesz bele fehérjeszintézis. Oké, ezt mondtam, hogy ez így nem működik. Ilyenkor általában az a rossz gondolatunk szokott lenni, hogy próbáljunk valami szép egyenes utat kitalálni a nincsen még fehérjeszintézis és a fehérjeszintézisem között. És ezek általában nem működnek. Nagyon sokszor az evolúció ilyen fura kanyarokat hajt végre, ami viszont azt jelenti, hogy minden egyes kicsi lépésnek előnyösnek kell lennie. Tehát egy olyan utat szeretnék találni, hogy minden lépés előnyös, nem kell mindig arra felmutatni, hogy nekem transzlációm lesz, ezt csak a végén kell elérni, tehát közben akár más is lehet. De minden lépés legyen valamiért előnyös. Ugye a másik az, hogy miért előnyösek a fehérjék? Miért előnyösek a fehérjék? Miért jó nekünk, hogy fehérjeink vannak? Jó kérdés. Mondjál valamit. Például. Jó, lehet, de ez akármik is. Általában mit mondtunk, mire használjuk a fehérjéket? Általában enzimre használjuk a fehérjéket, és általában ez a gondolat szokott feljönni, hogy de a fehérjék jobb enzimek. Az biztos, hogy vannak olyan enzimfunkciók, amire azt gondoljuk, hogy RNS nem nagyon tudja végezni, vagy ha tudja is végezni, akkor sokkal kevésbé hatékonyan. Ezekből inkább a fontosabb az a nem tudja végezni. Jó? Nagyon sokszor fölmerült, hogy amikor csináltak egy RNS enzimet, azok alapvetően lassú reakciók voltak, jó? Tehát, hogy nem voltak túl hatékonyak. És ebből jött egy ilyen, tehát x darab cikk van, ami mondja, hogy hát az RNS az jó, jó, de hát mindig kevésbé hatékony, mint egy fehérje enzim. Azért itt van egy csalás. Amikor egy fehérje enzimről beszélünk, az a fehérje enzimet azt kivontuk valamilyen élőlényből. Ami 3 milliárd éve legalább azon van, hogy jó enzimei legyenek. Versus 12 kör szelex. Jó, tehát, hogy nem fair az összehasonlítás, hogy valamit csiszolunk x milliárd év óta, és jé, jól működik, meg valamire azt mondottuk, hogy figyelj, 12 kör szelex után már ki tudjuk mutatni a reakciót, és akkor lehet cikket írni belőle, vagy hogy katalizál, és hát nem olyan jó, mint a másik. Tehát valamikor megpróbáltak, oké, tudunk ugyanolyan jó katalitikus aktivitású RNS enzimet csinálni, mint a megfelelő fehérje enzim, válasz, hogy igen. Tehát, hogy tudnak elég gyorsan is működni, és elég hatékonyan is működni a RNS enzimek. Hát kicsit tovább kell őket szelektálni, megdöbbentő módon. Na, és nagyon, tehát a fehérjékről való gondolkodást, azt nagyon elviszi az, hogy ezek enzimként működnek. És hogy milyen jó lenne, hogyha még jobb enzimeim lennének. Pedig gondoljátok meg, ezen lépés előtt itt egy nagyon komplex anyagcserének kell lennie RNS-sel. Annyira komplexnek, hogy gondoljátok meg ezt, amikor kialakul, ez csak RNS végzi. Tehát nincs fehérjén. Ugye azelőtt nem lehet nekem kódolt fehérje, mielőtt a kódolt fehérje szintézis kialakul, vagy ebből válódik. Jó? Tehát ez nem működik. És ezt a lépést ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy tehát elkezdenek azon gondolkozni, mi volt az első fehérje, és akkor jé, de jó, az transzlációval foglalkozik. Hát persze, hogy transzlációval foglalkozik, hisz az kellett. Nem. Az első fehérje akármi lehet, RNS végzett itt mindent. Mindent RNS végzett. Méghozzá hatékonyan kellett végezni, mert nem tudunk rendes sejteket összerakni. Azaz itt van valahol egy egész, itt komplex RNS hajtott anyagcserén van. Azaz nem lehet az a hajtóerő, hogy oké, ha majd hozzáadok 100 gént, akkor egy kicsit gyorsabban fognak katalizálni esetleg. Oké? Na de mit csinálnak még a fehérjék? Gondoljatok el, mi van még, amit fehérjék tudnak csinálni? Azon kívül, hogy enzimek. Nagyon jó. Tényleg tudnak hisztonokat, bár mivel hisztonok alapvetően eukariótában vannak, néhány archeában is, ez egy viszonylag késői dolog. De mi a hisztonnak a funkciója? Stabilizálja az örökítőanyagot, tehát örökítőanyag stabilizáció amúgy még kellhet, ugye
a nukleokapszidok, tehát a vírus fehérjék egy részének, és ez a dolga, hogy stabilizálja a vírus örökítőanyagot. Tehát például örökítőanyag stabilizáció is lehet a fehérjék funkció. Ez nem egy enzimatikus funkció, tehát nem, az, nem kell vágnia, meg bármit csinálnia, védenie kell például. Jó, ahogy a ribosszómának ugye az összes enzime, összes fehérje, ami van, annak egy része az lényben állványzatot alkot, egy része pedig a szabályzásba vesz részt. Mi az, amit nem tudunk RNS-sel megcsinálni? Ez fura kérdés lesz, de fehérjével nagyon jól meg lehet csinálni. És valami köze van a membránhoz. A sejtváz is, ez igaz, de a sejtváz az, tehát hogy ez olyan szemben egy kicsit kései dolog, hogy igazán fejlett sejtváza ugye a eukariótáknak van. Prokariótáknak is van sejtvázuk, jó? Csak nem olyan fejlett. De még valami, membránnal kapcsolatban. Hogy néz ki egy membrán? Vannak benne transzmembrán fehérjék. RNS-t át tudnánk vinni a... Tehát így végighajtogatni egy membránon? Tudod, plazmában meg nem tudom. Igen, csak hogy a nehezen rész az annyira nehéz, hogy hozzá kell csatolni mindenféle fura molekulákat. Meg lehet, vegyészek, megcsinálják. Meg lehet csinálni, de természetes körülmények között egy nagyon hidrofil cuccot, mint ugye egy RNS molekula, azt nem fogsz tudni áttuszkolni egy membránon, főleg nem többször. De egy fehérjét, aminek mindenfajta hidrofób részei is lehetnek, abban nagyon jó transzmembrán fehérjéket lehet csinálni. És mire jók a transzmembrán fehérjék? Sok mindenre. Ez oké. Például csatornákra. Oké? Tehát egy nagyon fontos dolog az, hogy hát oké, hogy itt elválasztottuk a külsőt meg a belsőt, de hát ez itt belül teljesen el van választva a külvilágtól, akkor baj van. Valami kéne itt. Bizonyos dolgok átmennek, jó? Tehát van olyan cukor átmegy néha, néhány ozmózis, meg stb. Miatt át fog menni, de hát nagyon szeretnénk, hogy bizonyos dolgok átjussanak, bizonyos dolgok meg ne jussanak át. És főleg bizonyos dolgok ne jussanak ki a sejtből. Glikolízis hogy kezdődik? Nem pont a glikolízis, de van egy cukor, felveszem. Mi a következő lépés? Glükózt felvesz egy sejt. Tudom, hogy mostában az anyagcserét nem nagyon tanítják már gimibe, de hát, ha valakinek tanították. Semmi? Simán lehet, ez nem biokémix vizsga után van. Mit? Rögtön? Szegény? Az még x lépés később van, amikor... Jó, az a fontos. Az első lépés, hogy foszforilálja. Tehát a glükózból glükóz 6 foszfát lesz. Rárakunk egy foszfát csoportot. Majdnem minden molekula, ami bekerül a sejtbe, és ilyen alapvetően vízoldékony, az első lépés az, cukroknál ez, mindez van, foszforilálódik. Miután foszforilálódott, van rajta egy hatalmas negatív töltésű oldalcsoport. Az már nem megy ki onnan. Oké? Annak az a egyik fő funkciója, hogy ebből végre megszereztem, nehogy kimenjen. Jó? De RNS-re már nincs ilyen probléma, az elég nagy, hogy nem fog kimenni, de egy cukor az hát bejutott valahogy, ez ugyanúgy ki is menne. Akkor csak annyit tudna bentenni, az egyensúly. Jó, ha folyamatosan zabálja a cukrot, akkor persze folyamatosan jönne be, de ez az kevés. Azt szeretnénk, hogy sok bejöjjön, és itt maradjon. És erre például azt gondoljuk, hogy a foszforilációnak a fő funkciója annak idején az volt, hogy egyszerűen nehogy kimenjen a sejtből. Az azért hozzáteszem, hogy az RNS, bár nem tud transzmembrán RNS-ként működni, bizonyos RNS molekulák képesek változtatni a lipid membránnak az áteresztő képességét. Tehát, hogy RNS, az RNS világban az is benne van, hogy a membránoknak a permeabilitását, azaz áteresztő képességét lehet változtatni, modulálni. Jó, tehát, hogy sok mindent tudnak az RNS-ek. Na, és... Ezért mondom, hogy mi ezt a doktoranduszommal ezt propagáljuk egy ideje, hogy már végzett, tehát most már doktor Radványi, hogy ez az átmenet, hogy fehérjéket szintetizálunk, az sokkal inkább az ilyen transzmembrán fehérjék, transzporterek, állványzat, tehát ilyen scaffolding fehérjék
miatt volt, mert ezek olyan funkciók, amit RNS-sel nem lehet betölteni, tehát a megjelenésük valami nagy előnnyel fog járni. Jó? De még mindig az a baj, hogy van 100 gén. És ez sok nekem. Úgyhogy ide még elé be kéne pakolnom lépéseket, és már kell, Szatmári Őrs is két lépésre bontja az egészet, mi ezt megfejeltük egy harmadikkal. Ő azt mondja, hogy a genetikai kód kód megjelenése volt az első lépés, és szedjük külön azt, hogy a kód megjelenése, és majd a kódot fejre szintézis. Ugye a kód megjelenése az alapvetően az, hogy a tRNS-re hozzákötök egy aminosavat. Ez a genetikai kód. A genetikai kód az az, hogy vannak az aminoacil tRNS szintázok, ezek most már fehérje enzimek, akkor ugye valami RNS enzimnek kell lenni, amelyek a megfelelő tRNS-hez egy megfelelő aminosavat hozzá raknak. Oké? Okay? Ez a genetikai kód. Mi szépen felrajzoljuk mindig egy táblázatként, de a valóságban ez x darab enzim, ami megfelelő tRNS-re rak egy megfelelő aminosavat. Az a kérdés, hogy jó, oké, okay, legyen ez egy első lépés, miért jó ez nekem? Hát erre igazából többfajta válasz van, vagy hát akkor, amikor Őrs megalkotta, és ez a kódoló koenzim fogantyú hipotézis, nem kell megtanulni, ő azt mondta, hogy ha nem is egy teljes térensen, akkor még egy sokkal kisebb egy ilyen, hát ez lenne az antikodon rész, és nagyjából itt lenne az aminosav. Jó, tehát ez nem egy 76 hosszú, ez egy 10-10-valány hosszú kis valami. Hogyha van egy ilyen cuccom, akkor ez hozzá tud kapcsolódni egy nagyobb RNS-hez, itt. És ez az aminó, és ez orientálja ezt az aminosavat, ami lehet, hogy valamilyen enzimatikus funkcióval segít. Az a baj, hogy két kísérlet van, és egyikhez sincs ilyen, az egyik az azt csinálták, hogy hozzákötöttek egy RNS-hez hisztidint, és kiderült, hogyha hozzá van kötve az RNS-nek a végére hisztidin, akkor lehet evolváltatni egy hatékonyabb enzimet, sokkal hatékonyabbat lehet evolváltatni, mint ha nincs hozzákötve a végére egy hisztidin. Oké? Okay? És ehhez képest volt egy másik kísérlet, ahol random módon azt mondták, hogy ezeket a valamelyik ligáz fehérje, mert úgy gondolták, hogy megálltunk és nem tudunk jobb fehérjét csinálni, rakjunk hozzá egy arginint. És semmi jó hatása nincs. Úgyhogy most van egy-egy kísérlet. Egyik azt mondja, hogy ez akár segíthet, a másik azt mondja, hogy egy konkrét enzimnél egy hasraütésszerűen, nem teljesen hasraütésszerűen kiválasztott aminosav nem javított, akkor most mi van? Hát igazából ehhez nagyon sok új kísérlet kéne még. Amire persze nehéz rávenni a biokémikusokat, mert ugye gyógyszer nem lesz belőle. De hogy ez lenne a következő lépés, hogy ezt valaki esetleg itt végigjátsza. De, és hogy nem mondjátok, hogy nem olvasok néha irodalmat, végre most már rávettem, hogy ha beszélek nektek, akkor el kell olvasni, mert augusztusban jelent meg a cikk, és nincs az emberek ideje. Egy olyat csináltak, hogy úgy tűnik, hogy ha van egy RNS lánc, aminek a végén van egy glicin, és ez a glicin úgy kerül rá, hogy egy másik RNS rápakolja. Jó, hát ezt lehet katalizálni, szóval tudjuk, hogy nagyon egyszerű lehet katalizálni. Ha itt van egy még egy RNS szálunk, tehát ez az RNS 2, ez meg az RNS 1, akkor az történik, nem akármikor, de hogy meg tud történni, hogy itt van egy ilyen glicin kapcsoló, akkor ez így összekötődik, majd ez eltűnik, és lesz egy folytonos molekulám. És akkor ez lesz egy összerakott RNS 1-2, azért, mert itt közben van egy glicin. Amúgy meg kicsit nehezebb lenne ligálni őket. Oké, nehezebb. Ez persze két jó dolog van, egy, hogy glicinnel sikerül megcsinálni,
mivel kísérlet rengeteg van. Tehát azt gondoljuk, hogy glicinből, az ősóceánban akár van. Tehát ez nem egy kérdés, hogy nincs. Ez másokkal is mély a glicin. És nézzük, ez a funkció, ez annyi, hogy csináljunk kicsi RMS-ekből hosszabb RMS-t. Oké? Mi jó ez nekünk? Mondtam, hogy ezzel bajunk van. Ez az RMS alapú RMS polimerázzal. Ma a legjobb, attól függ, miben a legjobb. A nagyon generált, tehát ami viszonylag sokfajta szekvenciát hajlandó másolni, az körülbelül 100 nukleotidig hajlandó másolni. Ő viszont 200 hosszú. Tehát érezzük van egy kis probléma az önmásolással, hogy 200 hosszú és csak 100-at hajlandó másolni, akkor saját magásra fogja tudni lemásolni. Van olyan szekvencia, amivel akár 200-ig is elmegy, vagy még hosszabb, de az a szekvencia az nem pont az, ami neki kell. Tehát ez nagyon speciális szekvencia, tehát válogatós a másoló enzim. Ellenben azt meg lehet csinálni, hogyha kisebb részekre vágjuk, bármilyen enzimet, nem bármilyen, de általában ezeket kisebb részre lehet vágni, ha a kisebb részeket külön-külön másoljuk, akkor azok általában összeállnak. De általában nem kovalens kötéssel állnak össze, hanem csak egy ilyen, tehát komplex kötések összetartják, akkor is működnek enzimként. Na de milyen jó lenne, ha lassan, te biztosan ezek szépen teljesen összeállnának, és akkor a másolás nem az kéne, hogy egyszerre le kéne másolnunk az egészet, hanem részleteibe kéne, és ugye itt ez még nagyon messze van a fejlesztés, és annyi van, hogy valami kis molekula végre egy glicint rá kell rakni. Ezt különben pár nukleotid is el tudja végezni, a legkisebb ribozim 5 hosszú, és speciál pont aminoacilációt képes csinálni. Francban, jól működik a világ, ugye? Tehát, hogy ehhez nem kellnek hosszú molekulák, elég specifikus ráadásul különben. Úgyhogy simán lehet, hogy az aminosavak első feladata az volt, hogy egyszerűen csak hosszabb RMS-eket össze lehessen pakolni. Mondom, augusztusi, tehát még nincs teljesen kibontva a fejünkbe, hogy mit lehet vele csinálni, de ez például egy nagyon jó ötlet arra, hogy ez rögtön segít, oké? Okay? Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk csak komplex kötések tartják össze, vagy várni kell valami teljesen más enzim, ami összerakja, ezek egyszerűen megoldható reakciók. Mindegyiket tudjuk, hogy tudja RNS katalizálni, és kapnák a végén egy tisztességes, hosszú RNS adásra, aztán kanyarba is működik, tehát hogy fel van tekeredve, ez nem ilyen hosszú egyenes szárról van szó. Tehát valami hatása van ennek. Ráadásul különben azt is tudjuk, hogy ha ezzel az aminosavval bármit szeretnék csinálni, sokkal jobb, hogyha egy RNS-en és egy másik RNS-sel szeretnék vele valamit csináltatni. Tehát mondjuk szeretném módosítani ezt akármiért, hozzá akarok kötni még egyet. Akkor azt jobb, hogyha egy RNS-hez van kötve, mert ezt a kis vackot jobban meg fogja tudni fogni bármely RNS enzim, mint az aminosavat. Ezt az RNS szeret a másik RNS, ugye csak a bázis párosodik hozzá. Ennek is van tengennyi eredmény arra, hogy ez miért működik. Tehát valamiért azt gondoljuk, hogy a genetikai kód az így indult, és most én fogok egy pillanatot törölni, mert azt is gondoljuk, hogy a genetikai kód, ami most ugye megtanuljuk szépen, hogy 64 darab kis hely van benne, mert ugye tripletek, de ezt megkérdeztem át, hogy miért triplet? Igen, mi volt? Ez figyelj! Mondtam, ez nem a vizsga. A vizsgán fáradt vagy, és nem tudom, úgy jártál. Jó, igen, de ez bizonyos szempontból a tautológia. Tehát igaz, hogy 4 a harmadikon az 64. Nagyon jó. De ugye csak 20 aminosavunk van. Nagyon jó. Oké, akkor már nem férne bele. Jó, de mi van, ha csak 16 aminosavunk lenne? 15 plusz egy stopkodon, az adjunk stopkodont is. Mi lenne, ha csak 15 aminosavunk lenne? Hát kicsit rosszabbak lennének az enzimeink. De azt tudjuk, hogy 15 aminosavból ugyanúgy lehet enzimeket csinálni, és csináltak is, ma majdnem minden fejlő, minden aminosav benne van, mert miért lenne benne? Egy-két fejlő, tehát természetes különböző, nagyon kevés olyan fejlő van, amiből valamelyik aminosav hiányzik, vagy kevesebből áll. Van egy-kettő, de nem is azt gondolom, hogy annyira a funkciója miatt így alakult.
tudunk mesterségesen olyan enzimeket is csinálni, amely azt mondjuk, hogy figyelj, az aminosavak felét azt most nem használhatod. És mondjuk csak 10-ből áll, vagy 9-ből. És működnek, oké? Tehát az, hogy miért 20, abban nincs semmi mágikus. Az lehetett volna 25 is, és igazából 16-tal is tökéletesen működnénk, jó? Hát egy kicsit tökéletesen működünk 20-szal. Meg néha hozzáadunk 21-22-t, ezt majd biokémián megtanuljátok. Tehát a háromnak nem az az oka, hogy annyival lehet, hanem van egy úgynevezett kissing hairpin. Ez borzalmas fog kinézni. Ezek a hairpinek, amikor két ellenes, mint a TLS-nek a vége, jó? Ahol egyik TLS, másik TLS, ezt így szoktuk lerajzolni. És ez, ahol három valami kapcsolódik egymással, három bázison keresztül, ez egy meglepően erős kötés, de nem olyan nagyon erős, hogy ne tudnánk szétszakítani. Ne felejtsetek el, hogy ugye a TLS-ről valami olyasmit várunk el, hogy ne oda cuppaljon és ott maradjon, mert különben nem lesz a transzláció belőle. Hanem, hogy elég ideig maradjon ott, hogy peptidil transfer meg történjen, vagy bármi hasonló, de azért néha lejönjön róla, mert különben baj lenne. És úgy tűnik, hogy a három az egy ilyen optimális. Tehát egyszerűen csak energetikai, meg hasonló kérdései vannak. És különben azt gondoljuk, hogy a genetikai kód az úgy kezdődött, hogy GNC volt, és csak a középső volt kódoló. Tehát, hogy van egy tripletünk, ez a G, ugye az ellentetje az ugye, ez N komplementer G, tehát ezt mindig meg tudom mondani, mi a komplementer, amihez hozzágyógyul, és csak ő számít, hogy mi, és amit kódol, azaz alanin, glicin, valin, aszparagin, sav. Azt gondoljuk, hogy ezzel indult a genetikai kód, ezzel a négyel. Figyeljük meg, ebből ez a három, ez hidrofób. Amúgy ez egy sav, és nagyon jó savbázis katalizátor. Tehát ezt sok helyen találjuk enzimek aktív centrumában. A hisztidin sokszor jobb lenne különben, ha csak egyszerűen az enzim, tehát többször találunk hisztidint aktív centrumban, mint aszparaginsavat, aszparaginsav lenne rögtön a második. De ez is elég jó, ráadásul ez elég egyszerű az, hogy különben a Miller kísérletben is előáll. És azt gondoljuk, hogy először egy ilyen négyes, csak a középső betű kódol, utána az első került, ami azt jelenti, hogy kiterjesztem ugye egy 4x4-essé, igen, tehát 16-ra, akkor föltöltődik mindenfajta egyébbel, és utolsó lépésként a harmadik bizonyos esetekben kódolóvá vált. Ha magatok előtt van egy genetikai kód, tudom, ilyenkor mi nem lehet kivéteni rögtön, fölrajzolni nem fogom tudni. Nagyon sok helyen ugye a harmadiknak nincs funkciója, már nincs kódoló funkciója, mert hogy ugyanazt kódolja, függetlenül attól, mi a harmadik. Erre mondják, hogy lötyög ugye a kód a harmadik helyen, ezért van az, hogy lehetnek szinonim mutációk. És azt gondoljuk, hogy ez ebben a folyamatban ment, hogy először 4 volt, utána hozzáadódott az első helyen néhány dolog, és lassan is biztosan föltöltődött ez, és az már nagyon késői volt, hogy mondjuk egy-egy újabb megjelent. Megnézzétek a metionint, triptofánt, melyik van még ilyen fura helyen? Ami csak egy van belőle. Nem fog eszembe jutni. Azok azt gondoljuk, hogy már egy teljesen kiépült 64-es kódoló rendszerben így egyszerűen később hozzá lettek rakva. Hogy oké, ezt a kódot most akkor megkapott te, és tied lesz sokkal később. Már a lényegében befagyott, tehát nem tudunk változtatni a genetikai kódon, nagyon kevés dialektusa van, úgymond. Tehát van egy-két, ahol vagy stopkodonok, néhány helyen nem csak stopkodonok változnak meg, kb. 32 körüli változatot ismerünk. A mitokondriumunk is kicsit más genetikai kóddal működik, mint a nukleáris DNS-ünk, vagy hát a sejtmagunk. És ez lassan, de biztosan épül ki. Effektíve azt gondolom, hogy bizonyos aminosavak ez után fognak csak belépni. Jó, tehát már egy full teljes szintézis után.
De mi maradjunk ennél, és ha gondoljátok el, ha az előföl említett ilyen összekötés, arra a glicin tökéletes lenne. Bármi ilyesmi, ha valami hosszabb lenne, az jó lenne transzmembránra, hisz hidrofób. Oké? Ezért mi mindig csinált valami sabbázis katalízis, nagyon akarunk katalízist. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy van itt egy olyan, amikor van fehérje szintézis, de még nem kódolt. Azt is tudjuk a riboszómáról, hogy a nagy alegység felelős azért, hogy hozzápakoljunk, hogy az aminosokat összekösse. De a kis alegység felelős azért, hogy legyen benne mRNS is, tehát hogy kódolt legyen. Mi van, hogyha először a nagy alegység létezett, ami csak annyit tudott, hogy összepakolta őket? Jön valami, térensen rajtalóg, összerakom. Ami azt jelenti, hogy lényegében véletlenszerűek, nem kötelező, hogy véletlenszerűek legyenek, jó? Simán lehet, hogy mondjuk homomerek, tehát mondjuk csak alaninból álló rövid szekvenciákat állítunk. És itt van egy ilyen kérdés, és ezt tudom, ha egyszer valamelyik szerves kolléga azt mondja, hogy unatkozik és szeretne valamit, 20 hosszú fehérjéket szeretnék, jó? És hogy mennyire hajlandóak bele süllyedni mondjuk egy membránba. Hogy van-e funkciója, és van egy-két ötletünk, hogy van, a körülbelül 20 hosszú oligomereknek, amik majdnem véletlenszerűek, vagy de viszonylag kevés aminosabból állnak. Ugye ez fixálná azt, hogy vannak fehérjeink, nem kell még kódolás, de már tudnak valamilyen funkciót ellátni. És aminosavak meg vannak a lögybe. Amúgy az aminosav emésztés amúgy jó, ugye? Ezért van az, hogy mi is izmot emésztünk, amikor éppen elkezdünk, és véletlenül se zsírt emésztünk, amikor elkezdünk egy kicsit fogyókúrázni. Jó, életkeletkezésnek ez semmi köze ilyen szempontból, de hogy igenis aminosavat lehet emészteni, tehát lehet belőle. Ha volt a lögyben aminosav korábban, azt ugyanis fel lehetett használni arra, hogy egyszerűen csak ATP-t állítsunk elő. Tehát hogy biztos, hogy maguk az aminosavak használva voltak már ekkor is. Ha megvannak, hát ha is össze lehet őket polimerét csinálni, akkor hát ha ezek is valami funkcióval bírnak. E kettő lépés között igazából nem tudom, mi lesz a megoldás. Ebben őszinte vagyok. Nem tudom, hogy a kódolás hogyan alakul ki. Van a triplet, érted? Tehát az a kérdés, hogy hogyan alakul ki egy olyan RNS, amit ezen túl, hogyha hármasával áragok TNS-t, akkor ez be egy funkcionális fehérje, versus, hogy eddig ribozin volt minden, és az volt a lényeg, hogy megszínezett és föltekeredett. Na, ezt még nem tudom. Úgyhogy itt azért még vannak bőven kérdések. Tudom, este van. És azt is tudom, hogy ebben azért van egy nagy csomó olyan részlet, ami megfelelő mennyiségű biokémia után egy picit egyszerű. Picit. Jó, már azért picit, mert általában az ökológusoknak tanítjuk meg, az ökológiai és evolúció szakirányon, akik tipikusan el akarták kerülni a túl sok biokémiát. Ez van. De hogy itt nem lehet megúszni bizonyos részleteit. Direkt bizonyos dolgokat kihagyok, mert hogy idő meg stb. Jó, én igazából ennyit szerettem volna az életkeletkezéséről, de valami